Az evangéliumok feljegyzése szerint Jézus körüljárta a falvakat, városokat, tanította az embereket és gyógyította a nép között minden testi és lelki erőtlenséget. Mit látunk ennek alapján, hogy a Jézus szolgálatában melyik volt túlsúlyban? A beszéd vagy a cselekedetek? Gyógyítás vagy a tanítás, a prédikálás? Hát én azt tudnám mondani, hogy egyértelmű az evangéliumok bizonyságtétele alapján, feljegyzései alapján, hogy Jézus sokkal többet gyógyított, mint amennyit tanított. Valahol egyik a másikat kiegészítette, viszont a gyógyításokkal, amelyeket az Atya végzett általa, megteremtett azt a bizalmat, ami Isten és ember között létre kell, hogy jöjjön, ember és ember között is létre kell jöjjön. Jézusnál ezt egyértelműen látjuk. Az ő gyógyításai hiteles gyógyítások voltak, ő a teremtő szavával gyógyított. Ma is történnek gyógyulások különféle módon. Embereknek teljesen mindegy, hogy hogyan gyógyulnak meg, csak éppen meggyógyuljanak és annak hisznek, aki éppen őket meggyógyította. Hangsúlyoznom kell azt, hogy vannak gyógyítások, amelyek nem Istentől vannak. Ugyanis a bukott angyali fejedelem és a tábora is tud gyógyításokat végbevinni. Ezek nem Istentől vannak, azonban annak látszanak sok esetben, és tömegeket meg tudnak téveszteni. A Szentírás kifejezetten írja, hogy az utolsó időben hamis jelek és csodák fognak történni, és sokakat elhitetnek. Jézus erre figyelmeztetett. Én azt mondom, hogy ennek ellenére azért vannak olyan gyógyulások is, amelyek ima meghallgatása Krisztustól erednek, de erről majd talán később. Úgy gondolom, hogy bár lehet, hogy első hangzásra meglepő, hogy az evangéliumok valóban Jézusról nagyobb arányban jegyeznek fel gyógyításokat, mint ahogy említetted is, a mondjuk igéhirdetés szolgálatát. De ahogy akkor, úgy ma sem változott az általános jellemzése világunknak az Isten részéről, amit Ézsaiás próféta jegyez fel, hogy minden fej beteg és minden szív erőtlen. Egy erőtlenedő és egyre jobban elerőtlenedő világban élünk. Mi magunk emberek is egyre erőtlenebb és ki kell mondani beteg és betegebb állapotban vagyunk. Az Isten gyógyító erejére van szükségünk lelki és fizikai értelemben egyaránt. Ezt mutatta be itt járva Jézus. Igen, tehát egyre több az emberi nyomorúság, testileg és lelkileg is. Ezt látjuk, hogy szenvednek az emberek körülöttünk. Viszont van sok egészségügyi intézmény, orvosok, ápolók, akik beteg emberekkel foglalkoznak. Mit tehetünk mi keresztények ezekért az emberekért, hiszen Jézus az ő példája követésére szólít bennünket. És látjuk, hogy amikor kiküldte tanítványait, akkor ezt is rájuk bízta, hogy ne csak prédikáljanak, hanem törődjenek a fizikai betegségekkel is. Mit tehetünk mi most? Hogyan segíthetünk ezeken az embereken? Úgy gondolom, hogy feltételezhetjük, hogy az egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók döntően elhivatás tudatból és az embereken való segítés szándékával dolgoznak ezen a területen. Talán kimondhatjuk, hogy maga a rendszer jellege, ahogy a hivatalos egészségügyben az odaforduló betegek, vagy oda kerülő betegek gyógyítása folyik, nem teszi lehetővé azt a fajta törődést és foglalkozást, ami pedig szükséges egy a teljes gyógyulást eredményező folyamatban. Pszichoszomatikus betegségekről szoktunk beszélni. Azt mondják ma már, úgy hallom, orvosok is egyre többen elismerve ezt, hogy végső soron minden betegség hátterében lelki eredetű probléma is ott van, ha áttételes, közvetett módon is. Ugye a psziché, a lélek, a szóma, a test, tehát lelki eredetű testi bajokról beszélhetünk, és a keresztény szolgálatnak ez egy nagyon fontos területe, amikor is az okokra próbálunk a beteggel együtt
rámutatni, és megtalálni azt a, az egyensúly állapothoz képest kibillent helyzetet, problémát, ami a hátterében állhat az adott fizikai problémának is. Azt hiszem, hogy azért nagyon sok orvos a szakmájának a magaslatában és becsülettel, túlórában, megfeszített tempóban végzi a munkáját, és hát azt hiszem, hogy ezt méltányolni kell mindenkinek. Ugyanakkor viszont minden hívő embernek kötelessége is, és én ezt kötelességemnek éreztem, hogy imádkozzam is. Adott esetben, hogyha a családtagjaim kerülnek orvosok kezébe. Gondolok itt jó néhány évvel korábban édesapámnak például az érszűkületére, amikor orvosoknak kellett eldönteni, hogy levágják a lábát, vagy nem fogják levágni, és állhatatosan a feleségemmel és édesanyámmal is külön-külön is együtt is imádkoztunk hittel, és a Szentlélek ott lehet, ott is volt az orvosoknak a tanácskozásán, gondolatot adhat, és bizony ma is édesapámnak megvan mind a két lába, hála az Úrnak érte. Tehát lehet imádkozni is kell, vagy amikor az egyik fiamnak kivették a manduláját, akkor szintén, és tehetünk olyan gesztusokat, olyan félmondatokat, amelyekkel nekik maguknak, az orvosoknak is segíthetünk a munkájukban. Másodszorban egy a másik terület pedig, hogy mit tehetünk a betegekért. Hát én azt hiszem, hogy Jézus azt mondta, hogy amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, bárkivel azt nekem tettétek, hogy beteg voltam és meglátogattatok, vagy fogoly voltam és kiváltottatok. Tehát Jézus minden beteg, szerencsétlen emberrel, bárkivel azonosult, és még azt is talán érdemes elmondani, hogy az ős keresztényekről elmondta, följegyezték, hogy a pogány papok jegyezték meg azt, hogy a lámoz ős keresztények a pogányokat is, a nem keresztényeket is gondozzák és megszégyenítenek bennünket, írták a többisten hívő vagy pogány papok. Hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tényező. Ezen kívül pedig a betegség egy olyan határhelyzet, amiben az Isten szólhat. Szólhat egy emberen keresztül, aki oda megy. Szólhat az Isten igén keresztül. Gondoljunk arra, hogy ilyenkor felfokozott érzelmi állapotban lehet az illető, vagy letargiában, vagy éppen egyszerűen szeretetre vágyva, és bizony egy-két gesztus, egy mosoly, bíztatás segítséget adhat a betegnek, reményt. Igen, amit elmondtál, hogy bizony ezt ugye kórházakban sokszor az egészségügyi személyzet is érzi, hogy az ő munkájukon túl, munkájukon felül is szükséges, hogy ezekkel a beteg emberekkel esetleg mások foglalkozzanak. Több helyen is nyílik erre lehetőség, hogy önkéntesek járhatnak be, beszélgetni a betegekkel, vigasztalni őket, bátorítani őket. Egy időben én is jártam be a kaposvári kórházba, és valóban az volt a tapasztalatunk, hogy szinte nem volt egyetlen eset se, amikor elutasítottak volna. Tehát amikor egy beteg azt mondta volna, hogy köszönöm, nekem nincs szükségem arra, hogy velem bárki is beszélgessen. Sokszor csak meghallgatni kellett. Nyilván mindig tekintettel kellett lenni a fizikai állapotára is, és arra is, hogy mik az igényei. Tehát nem lehetett túl beszélni, tehát hogy amit én szeretnék most elmondani és átadni, azt mindenképpen mondjam el. Nem nagyon kellett figyelni arra, hogy ő milyen állapotban van. De ahogy említettem, hogy ezt kórházak is igénylik már nagyon sok esetben. És talán egy másik tapasztalatomat is elmondanám, amihez kapcsolódik, hogy amikor a férjemet műtötték, a sebész orvos is erre utalt, hogy ennyit tudunk mi elvégezni. A műtétet ő legjobb tudása szerint elvégezte, a többi a betegen múlik, hogy ő mennyire akar gyógyulni, mennyire törekszik rá, hogy mennyire hisz a gyógyulásában. Tehát ebben segíthetünk a beteg embernek. Érdemes talán megemlíteni a Bibliából, hogy egyetlen a Szentírásból nagyon egyszerű és hatásos, hatékony alapelvek tárolnak elénk az életmód, az életvitel megváltoztatása
céljával, egyáltalán, hogy bátorít minket az írás, hogy itt is gondoljuk át a dolgainkat, és az Isten által tanácsolt helyes irányt jelöljük ki. És ezekkel az életmód tanácsokkal segíthetünk embertársainkon. Mert amint említettem már, a hivatalos egészségügyi intézmények kapcsán, hogy maga a jellege, illetve legfőképp talán, hogy idő nincsen rá, hogy ezekre sor kerüljön, legalábbis mélységében. Bár például szív- és érrendszeri megbetegedéseknél sok hasznos a táplálkozásra vonatkozó tanácsot hallanak betegek orvosoktól, de talán részleteiben vagy általában a betegségeknél ezek nem szoktak olyan súllyal elhangzani és előtérbe kerülni, és kiderül, hogy a Szentírásban még bőséggel életvitelre vonatkozó tanácsok is vannak. Ezékiel könyvében még receptet is találunk kenyérsütésre vonatkozóan, tehát ott egy bizonyos kenyér, amely táplálékul szolgált önmagában, úgy mindenfajta feltét nélkül a prófétának, ez egy egész esztendőre, vagy még hosszabb időre elegendőnek bizonyult. De aztán ilyen egyszerű igék is, mint hogy jó személyén kell látni a napot. Tehát bátorítja az embert, hogy használja ki ezeket az egyszerű gyógyszereket, mint a napfény, a víz. A mértékletességre általában is bátorít, és a káros szokásoktól való teljes tartózkodásra. Sajnos nagyon sok esetben rossz szokások, káros szokások következménye egy-egy betegség. Hogyan segíthetünk nekik, hiszen talán az nem elég, ha elmondjuk, hogy bizony másképpen kellene élni, és valószínűleg nagyon sokan tudják is ezt. Miben segíthetünk még nekik ezen kívül, hogy esetleg erre bátorítjuk őket? Ugye egy szokásokról van szó, hosszú évtizedek alatt kialakult szokásokról. Könnyű ezt megváltoztatni? Még akkor is, hogyha valaki mondjuk súlyos beteg lett ennek következtében. Bizony sokan elmondják, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni másképp az életüket. Hogyan segíthetünk ebben, hogy az életmódot megváltoztatni nem olyan nagyon nehéz, hogy valóban, hogy mondjam, kedvet is kapjanak ahhoz, hogy másként éljenek. Hát egyfelől ezeket a szokásokat, függőségeket tapasztalhatja, aki benne van, hogy elementális erővel húznak vissza, ugye? És rendkívül nehéznek tűnhet, és tűnik is, és a gyakorlat azt mutatja sokszor, hogy nagyon nehéz ezektől szabadulni. Másfél tényleg egy reménykelt üzenet a Bibliából az is, hogy amikor Pál apostol például így fogalmaz, hogy amiképpen korábban ezt és ezt és ezt tettétek, és egy negatív példákat sorol, most ugyanígy a jó szokásban is megerősödhettek. Hallottam, hogy például kémiai függések esetén gondolhatunk az alkoholra, a dohányzás és egyéb függőséget okozó szerekre. 21 nap után már maga az a bizonyos kémiai függés megszűnik. Természetesen az idegpályákon bejáratott szokás az sokkal lassabban, hiszen például egy dohányosnál ugye maga az a szertartás, ha lehet így fogalmazni, az még éveken át kísért. De hiszen a Bibliáról és a Biblia Istenéről beszélgetünk, azt is elé lehet tárni egy ezzel küzdő embernek, hogy nincs egyedül ebben a harcban, hogy az Isten ereje mindenre elégséges, és hogy a hit, ami által meg lehet ragadni ezt a Isten által felkínált lehetőséget, mert biztosak lehetünk abban, hogyha valamiben, akkor ebben, nevezetesen, hogy elhagyjuk a rossz szokásainkat bármilyen területen, biztosan számíthatunk az Isten segítségére, és ezt ő helyesli és akarja. Én arra gondoltam, hogy legtöbb esetben nem elég egy káros szenvedéllyel szemben fölvenni a küzdelmet, hanem igazi alternatívát kell mutatni.
egy másik alternatívát a szenvedéllyel küzdő embereknek, akár dohány legyen, akár alkohol, mondjuk az alkohol az már egy kicsit nehezebb eset. A lényeg az, hogy az életüknek legyen valódi értelmet, valódi célt tudjunk mutatni nekik Jézus Krisztusban. Elsősorban a saját életünkkel, a szavainkkal, a családunkba, ha be tud tekinteni, a munkánkba, ahogy hozzá viszonyulunk, ahogy a munkánkat végezzük, mert ez valami, úgy azt fogja érezni, hogy ez valami többlet van, amiért érdemes azt elengedni, amiben kapaszkodik teljes erőből. És utána azon kívül még ezt a szenvedélyt is nyilván kezelni kell. Hát lehetnek olyan határhelyzetek, mint amit az előbb is említettem, amikor édesapámtól megkérdezte az orvos, hogy a lábát választja, vagy a cigarettát, akkor természetesen a lábát választotta. Viszont vannak emberek, akik ebben az esetben sem tudnak lemondani. Ekkor sem képesek. Tehát nem könnyű dolog. De az belső szabadság, hogyha az embernek van ilyen, akkor ez vonzani fogja tudni az ilyen embereket Jézus Krisztushoz. Nála van mindenre megoldás és gyógyulás. Igen, és itt nyilván nagyon sokat segíthet az, hogyha a saját tapasztalatainkkal is bátorítjuk őket. Persze nem mindenben tudjuk ezt átadni, hogyha valaki mondjuk nem volt alkoholista, nehezebben tud egy itallal küzdő embernek segíteni, ezért is alakultak ilyen közösségek, mint az anonim alkoholisták, ahol egymást segítik. De azért nagyon sok mindenben bátoríthatjuk őket, és ugye azokat is, akik valamilyen más étkezésbeli rossz szokás miatt betegedtek meg. Nagyon sokan félnek az életmódváltoztatástól, bonyolultnak, nehéznek gondolják, és ha ezt megmutatjuk, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem olyan bonyolult, és nem olyan drága, és nem olyan félelmetes dolog ez az életmódváltoztatás, esetleg segítjük őket receptekkel, vagy cselekedetekben is bemutatjuk egy-egy kis bemutatón, vagy főzőtanfolyamon. Volt ilyen tapasztalatunk, amikor egy ilyen alkalmat nem szakember tartott, hanem egyszerű háziasszonyok, és a résztvevők egyike megjegyezte, hogy ő neki ez jelentette a nagy bátorítást. Hogy itt nem valaki olyan szakember beszélt, aki hát ezt tanulta éveken keresztül, és most ezt elmondja, hanem egyszerű háziasszonyok, akik maguk is küszködnek, és időnként még el is rontják az ételt. De ők mutatták be, hogy tulajdonképpen ezt nagyon egyszerűen meg lehet valósítani, és ő is úgy kifejezte, hogy most úgy megszűntek ezek a félelmei, hogy ez milyen lehetetlen, és milyen sok, és milyen nehéz megtanulni, mert hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű. Eszembe jutott még az, hogy az életmód nem lehet öncél. Tehát nem azért akarok egészséges módon élni, hogy még hosszabb ideig éljek, és akkor azt tegyek, amit akarok, hanem azért, hogy jobban tudjak szolgálni. Tehát, hogy oda tudjam szánni magamat egészségesen az Isten szolgálatára. Gondoljuk el, hogy például a Bibliában is épp egészséges bárányt vittek áldozatul, és nem beteges satnya állatot, mert az Istennek is ilyen áldozatra van szüksége. Még ami eszembe jutott az, hogy talán egyik legfontosabb dolognak tartom a nevelést a gyerekek terén. Tehát ugye a családunkban 5 fiú is van, hála jó Istennek 5 fiunk van, és ott már a nagyobbakkal lehet beszélgetni arról, hogy bizony az alkoholnak milyen következményei vannak. És akkor példákat lehet felhozni, hogy az életek hogyan siklottak ki, vagy a dohányzásnak milyen szomorú következményei vannak. Ők elmondják, hogy az iskolában bizony már 12-13 éves kortól elbújnak a gyerekek, a tinédzserek cigarettáznak. És hogy elmondom nekik, hogy ez miért nem szabad, és hogy valahogy apáról fiúra átadni azt, ami érték a családba, hogy megóvni őket olyan káros szenvedélyektől, olyan hatásoktól, amire semmi szükség nincs ahhoz, hogy normális emberi életet tudjunk élni, és egyáltalán boldogok legyünk. Tehát én ezt tartottam még fontosnak. Az Isten soha nem akar elvenni tőlünk semmit, ami a javunkra lenne. Tehát amikor mi arról gondolkodunk, hogy változtatni kellene szokásainkon, akkor tartsuk a szem előtt, úgy gondolom ez is segítség lehet, hogy valami jobb következhet ezáltal, hogy maga a helyes életmód az egy áldásunkra, javunkra szolgáló változás.
és mindig így gondoljunk, és az Isten, ami tanácsol, nem is parancsol, hanem így, talán így fogalmazhatunk, hogy tanácsol a javunkra változtatást, és az elhagyandó dolgok köre, az viszont mind a kárunkra van. Az életminőségünket rombolja, az életidőnket rövidíti, és végül mondjuk ki, veszélyezteti az üdvösségünket is, ha ezekben megmaradunk. A másik pedig az anonim alkoholistákat és az anonim alkoholisták csoportját említetted. Az ő megközelítésük úgy értékelhető, hogy egészen bibliai alapú, egészen biblikus, egészen támaszkodik az isteni megközelítés, hogy hogyan lehet ezektől a rossz szokásoktól szabadulni, és csodálatos látni, hogy valóban ezt a statisztikák mutatják a legeredményesebbek a leszoktatás területén, hogy nem véletlenül kezdte maga Jézus is a hegyi beszédet azzal, hogy boldogok a lelki szegények, vagyis akik felismerik a lelki ínségüket, hogy mennyire mérhetetlen módon az élet minden területén rászorulnak a megváltóra, az isteni szabadításra, és ők is a 12 pontjukban az első helyre és helyekre teszik ennek a felismerését, amikor kimondják, hogy halálos beteg vagyok, és hogy saját erőből képtelen vagyok szabadulni ebből az állapotból, és hogy életem végéig tünetmentességet kaphatok, de csak napról napra, és kimondják, hogy Uram, ma szabadíts meg. És végső soron kitágíthatjuk az objektívet, és mondhatjuk, hogy minden bűn, minden az Isten törvényét áthágó szokásunk esetében ez az egyetlen tartós szabadulást adó út, hogyha én felismerem és elismerem, hogy rászorulok a szabadítóra. Talán még megemlíteném, hogyha megengeded azt, hogy nagyon sok ember nincsen tisztában azzal, hogy vannak egyszerű alapelvek, amelyek a segítségre lehetnek bárkinek, hogy minőségi életet éljen. A leginkább ugye a gondolkodás az, ami a legfontosabb, hogy tisztán maradjon, tisztán tudjunk gondolkodni, helyesen tudjunk gondolkodni ahhoz, hogy boldog életet éljünk. Ehhez fontos például az, hogy józanok maradjunk. Van egy tiszta pohár víz. Mennyien isznak különböző energiaitalokat, és itt van az egészséges, tiszta víz, amit az Isten adott, és mekkora érték, egyre inkább föl emelkedik, föl értékelődik az értéke a víznek szerte az egész világon. Ígyunk elegendő vizet például, vagy ott van, amire nekem kifejezetten oda kell figyelni a mozgásra, a testmozgásra. Na, nem mozgok eleget, nem megyek ki egy sétára, naponta, hogyha nem figyelek erre, akkor az egészségemet teszem tönkre, akkor nem fogom tudni végezni a szolgálatot, nem beszélve arról, hogy a családnak is, az ember az örömére is, ne a terhére legyen később, a későbbi éveiben, vagy a pihenés, vagy az éjszaka. Tehát ne legyünk olyanok, mint a csecsemő, amelyik, aki fölcseréli az éjszakát a nappallal, hogy nappal alszik, és éjszaka pedig fönt van, hanem időbe feküdjünk le, és korán keljünk, és akkor egyszerűen több lesz az erőnk, az energiánk, és jobban fogjuk érezni magunkat. És ez igényel egyfajta tudatosságot, amiről itt most beszéltetek, mert annyiféle módon kínálja magát egy másfajta életvitel a mai modern rohanó világban. Annyi minden indokot tudnánk emberileg nézve találni arra, hogy még fönnmaradjunk egy 20 órát, hogy még ezt, azt, amazt elvégezzünk, hogy az interneten vagy a televízióban megnézzünk. És szükséges nekünk hát határozottnak lenni saját magunkkal szemben, és szigorúnak lenni saját magunkkal szemben. Ahogy például Salamon írja a példabeszédek könyvében, hogy az étkezés kapcsán, hogy kést tegyél a torkodra, nyilván jelképesen mondja ezt. De ott is erről beszél, hogy határozd el, hogy bizonyos étkeket nem eszel meg, mert a károdra van. Hát a salamoni 3000 évvel ezelőtti étel féleségekhez képest, amíg ártó ételek voltak, hát ma szerintem a sor az ennek a hatványozott száma, ugye? Azt tapasztaljuk, hogy egyre több az egészségtelen táplálék, a levegő, amit beszívunk, a víz, amit megiszunk, a környezetünk szennyeződik, és sok mindenben már nem tudjuk teljes mértékben követni az egészséges életmódot.
És ugye beszéltünk arról is, hogy milyen szerepe van a hitnek, az Istenhez fordulásnak is abban, hogy egészségesebbek legyünk, illetve hogy a betegségből gyorsabban kilábaljunk, meggyógyuljunk. Ez különben már kimutatható, tehát erről vannak statisztikai felmérések is, hogy a hitüket gyakorló emberek mintegy 7-10 évvel, sőt színes bőrűek között egy 14 évet is számoltak, amennyivel hosszabb élettartamot érnek meg azok, akik gyakorolják a hitüket, Istenben való bizalommal élnek. Tehát ez egy nyilvánvalóan élet meghosszabbító életmód is, hogyha valaki hittel éli az életét. De mondhatunk-e konkrét példákat, amikor egy nehéz helyzetből, betegségből, hitáltal, imádság által könnyebbedett meg, gyógyult meg valaki? El tudnék mondani egy példát, odahoz a szülővárosomban történt. Valaki kért, hogy imádkozzunk. És hát szóba került egy 8 gyerekes édesanyja, aki az ágyba feküdt. És akkor elmentünk és imádkoztunk érte. Hát fájt a hát az anyukának, és imádság után jobban lett és fölkelt. Hát a számomra is eléggé döbbenetes volt, de hittel imádkoztunk. Nyilván akik ott voltak, azok még nagyobb hittel imádkoztak, mint én. Tehát láttam ilyen, és volt ilyen tapasztalatom erre vonatkozóan, és ezt azért hangsúlyozom ki, hogy keresztények ne csak, hogy imádkozzunk úgy általában, hogy áld meg Uram a betegeket. Hát a betegeket, meg az jó, hogyha áldás van rajtuk, de még jobb, hogyha meggyógyulnak, hogyha az Úr akaratával ez megegyező. Tehát valóban hittel imádkozzunk azért, hogy ők meggyógyuljanak, és tegyünk azért, hogy miután meggyógyultak, utána tudjanak az életmódjukon változtatni, hogy ne essenek vissza ugyanabba a kerékvágásba, hogy egy rossz életmóddal ugyanúgy a betegséget tovább viszik, illetve felújítják az életükben. Vagy nem föltétlenül betegségre gondolva, ima meghallgatásokra emlékszem, amikor a sógorom hát elment Irakba dolgozni. Hát mennyire le akartuk beszélni, hogy ne menj oda. Hát ez egy veszélyes hely. Hát a háború volt ott éppen akkor, és hát ő minden áron el akart menni, hát független egyéniség, hát mégiscsak elment, és a feleségem milyen hittel imádkozott a testvérért. Soha nem felejtem el, és a Jóisten megsegítette, hazajött. Tehát vannak ima meghallgatások. Én hiszem, hogy ma is az igazi édesanyáknak az imáját, akik imádkoznak a gyerekeikért, meghallgatja az Isten. És ilyen sokszor olyan esetben is, amikor nem ilyen feltűnő. Tehát nem feltétlenül föl kell az ágyból, aki eddig nem tudott járni. Most egy személyes és mai tapasztalatot hadd mondjak el. Ugye reggel ezt meg is osztottam veletek, hogy nagyon rossz állapotban voltam egy bizonyos probléma miatt, és valóban azt tapasztalom, hogy a Jóisten szinte észrevétlenül is meggyógyítja az embert, tehát erőt ad akkor, amikor igazán rábízzuk magunkat, és valóban az ő szolgálatára szeretnénk szentelni az életünket. Tehát hálásak lehetünk azért, hogy kisebb és nagyobb bajainkkal egyaránt jöhetünk hozzá. És a betegségek kapcsán azt se felejtsük el, hogy ez is a Jóistennek egy lehetősége, illetve tulajdonképpen figyelmeztetése is, hiszen a betegség egy jelzés a szervezet részéről, hogy valamit nem jól teszünk, valamint változtatni kell. És ha hittel kapaszkodunk az ígéretekbe, hiszen a Bibliában feljegyzett sok-sok ígéretnek ez a célja, hogy nekünk a bizalmunkat növelje az Isten iránt, és az iránt, hogy ő nem hagy el minket ezekben a nehéz helyzetekben sem. Akkor például egy ilyen ígéretben, amely így úgy hangzik, hogy az Isten nem hagy feljebb megpróbálni bennünket, mint amit elhordozhatnánk. Bátoríthat bennünket az Isten ígéret is, hogy ő nem hagy bennünket feljebb megpróbálni. Ő még a nehézségeket is a javunkra engedi meg, és nem hagy feljebb megpróbálni, mint amit elhordozhatnánk. És ráadásképpen még hozzáteszi, hogy a kísértéssel, a próbával együtt a kimenekedést is megadja számunkra. Tehát valószínű, hogy a magához a betegséghez történő megváltozott hozzáállás is nagy segítség lehet. Szeretném hangsúlyozni, hogyha lehet, hogy az elején jeleztem a beszélgetés elején,
hogy vannak hamis gyógyulások, és vannak Krisztustól származó gyógyulások is. A Szentírás azt írja, hogy a késői eső idején a Szentlélek ki fog áradni, amely a nagy evangélium hirdetést fogja kísérni az egész világon, és akkor jelek és csodák is fognak történni. Jézus nevében gyógyulások történnek, az evangelizációkat, gyógyulások kísérik, amelyeket maga Krisztus fog végbevinni a tanítványain keresztül, a Szentlélek által. Ez fontos kimondani, hogy ilyenek léteznek, vagy fognak létezni, még a késői eső az még előttünk van, hogy erről tudjanak. Viszont a Szentírás arról is ír, amint mondtam, hogy hamis jelek és csodák fognak történni. A sátán mindent megtesz, hogy hiteltelenítse, illetve megelőzze Istennek a munkáját, és ilyen gyógyulásokkal, gyógyításokkal magához vonzon tömegeket. Tehát erre nagyon ébernek kell lennünk. Érdemes odafigyelni, hogy aki körül, vagy aki által történtek a gyógyulások, igazi, nem csak hogy igazi hit van az életében, van-e igazi alázat, van-e igazi szeretet, van-e rend az életében, közösségi ember, vagy öntörvényű ember, stb. Rengeteg sok jel lehet, ami a Biblia alapján segítségünkre lehet, hogy az a gyógyulás Krisztustól van, vagy pedig nem tőle van. És nagyon sokszor fölcserélődik az értékrend is az embereknél, és a fizikai egészséget, a földi életet többre értékelik, mint a lelki egészséget és az örök életet. Mit látunk Jézus szolgálatában, hogyan kapcsolta össze mindig a kettőt egymással? Tehát hogyan törekedett arra, hogy a meggyógyult embereknek a lelkét is gyógyítsa, és fölemelje őket, az ő gondolataikat és hitüket is erősítse ezáltal? Amikor meggyógyított például egy utaütött, ma úgy mondanánk, agyvérzést szenvedett embert, akkor azt mondta neki, hogy arra utalt, hogy ne vétkezzen a jövőben, hogy végső soron kimondta, hogy változtatnia kell az életmódján, hogy a gondolkodásmódján kell változtatni. Tehát a lelkére is próbált hatni, hogy ne elégedjen meg azzal, hogy most rövid idő alatt megszabadult ettől a konkrét fizikai problémájától. De más alkalommal is, ugye beszéltünk az elején arról, hogy minden fej beteg és minden szív erőtlen a Biblia jellemzése szerint, és ez minden emberre vonatkozik. Egy más alkalommal, amikor egy házasságtörésen ért asszonyt hurcoltak elé, végül nem kárhoztatva őt, felszabadította őt a bűnteher alól, és azzal bocsájtotta útjára, hogy eredjél, de többé ne vétkezzél. Tehát mindig erre bátorít a Biblia, hogy egészen testileg, lelkileg próbáljunk az Isten által tanácsolt úton járni. Hogyan tudjuk ezt másoknak átadni, tehát amikor valaki szenved, fizikailag beteg, hogyan találjuk meg az utat a lelkéhez? Hát hogyha valódi szeretettel közeledünk hozzá, hogyha nem csak hogy valódi szeretettel közeledünk, hanem hogyha ezt meg is tapasztalja, és úgy érzi, hogy önzetlen módon semmit nem akarunk tőle, hanem az ő javát akarjuk, azt akarjuk, hogy ő meggyógyuljon, azt akarjuk, hogy ő boldog legyen, azt akarjuk, hogyha nem is tudna meggyógyulni, de eljusson az üdvösségre, az ember meg fogja tapasztalni azt, hogy tényleg a javát akarjuk, és akkor nyitottá válik az evangéliumra. És én azt hiszem, hogy a legfontosabb az evangéliumnak az elültetése a szívben. A reménynek, az Isten országának az elültetése, hogy van föltámadás, hogy létezik mennyi Jeruzsálem. Eszembe jutott a szomszédban, van egy idős bácsi és egy idős néni, és hallottam a feleségemtől, hogy a menye mondta el, vagy talán a lányom, már nem tudom pontosan, hogy mennyire fél a haláltól az idős bácsi. Mondom, te jó ég, hát akkor jó lenne vele beszélgessek, lássuk, hogy talán, hát ha Jóisten felhasználna eszközül, nem mintha én nem félnék a haláltól, minden ember fél a haláltól. Nincs olyan ember, csak van, aki nap mint nap ezzel szembenéz, ezzel a ténnyel. És hát elmentem, meglátogattam őket, és beszéltem nekik az Isten országáról, kinyitottam a Szentírást, a Jelenések könyvében, milyen ígéretek vannak az Isten országára vonatkozóan, hogy az Isten minden könnyet leterül a szemünkről, és nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, mert az elsők elmúltak, mondja Jézus. És beszéltem arról, hogy Jézus a feltámadás és az élet. És a végén, amikor a beszélgetésnek vége lett, és
becsuktuk a Bibliát, megkérdeztem, hogy hát örülnének-e, hogyha eljönnék még máskor is, és láttam a könnyet a szemükben, hogy hát hogy ne örülnének neki. Hát pontosan ez hiányzott, úgy láttam én is, hogy erre van szükségük, hogy az evangélium örömhírét, az, hogy van értelme az életüknek, és van célja, és nem zárul le a halállal az élet, hogy van föltámadás, és van örök élet, hogy ezt elvinni hozzájuk, ez a legfontosabb feladat. Ehhez a gondolathoz szeretnék én is még röviden csatlakozni. Valóban a fizikai megkönnyebbülés az embereknek módot ad arra, hogy aztán ebben segítséget nyújtó részéről elfogadjanak a lelki életre vonatkozó üzenetet is, és tényleg a végső gyógyulásra lehet irányítani a tekintetet, amely mint ígéret végig vonul a teljes Szentíráson, sokszor megjelenik, gyógyulás lesz szárnyai alatt, azt mondja az Isten országára jelképesen azoknak az embereknek, akik majd oda érkeznek. Aztán az említett jelenések könyvében olvassuk, hogy majd nem lesz betegség, fájdalom, kiáltás és halál sem. Tehát mindezek a negatív és a jellegi romlott és elbetegedett világunkban szükségszerű és törvényszerű jelenségek és tapasztalataink egyszer végleg ezeket végleg hátunk mögött hagyjuk. Erre ígéret van, addig pedig, ahogy Mózes fogalmazott, az Úr, ami gyógyítunk, ő az, aki ha akar, meg tud bennünket szabadítani bizonyos betegségekből, de nem mindig célja ez. Talán erre is kitérhetünk. Fölmerülhetnek az emberekben kérdések, hogy aki meggyógyul, végül is csak néhány évvel meghosszabbodik az élete, de előbb-utóbb mindenkinek bezárul. És ezt is át kell, hogy gondolja ki, hogy örökre szeretne meggyógyulni, vagy csak erre a néhány évre, évtizedre. Tehát ezt a kérdést, ha nem is fogalmazzuk meg, de valahogyan mégis tudatosítani kellene, hogy feltétlenül mindenáron a fizikai gyógyulás a legfontosabb, vagy pedig van ennél is fontosabb. Az Istennel való közösség, a hitnek a megerősödése, az Isten akaratának az elfogadása, netán belenyugvás az Isten akaratába, hogyha ő úgy látja jónak, hogy most nem történik gyógyulás. Mert hogyan lehet ebben segíteni embereket? Épp ezért szemfényvesztés, amikor azt ígérik, hogy mindenáron és mindenből meggyógyítanak bizonyos csodagyógyítók, és itt nem a hagyományos orvoslásra gondolok, mert bármilyen furcsa is esetleg így első hallásra, akár az Isten akaratát akadályozhatom azzal, és akadályozom egyes esetekben, ha ilyen gyógyítóként és ilyen ígérettel lépek fel az egyes ember életében, tehát akadályozhatom az Isten akaratát, aki éppen a nehézség által, a betegség által szeretne formálni, csiszolni, és az alkalmasságomat munkálni az ő országára. Nyilván nem mindegy az, hogy milyen közel áll hozzám az, akiért most aggódom, vagy imádkozom, hogy most meggyógyuljon-e. Ez mindenki esetében természetes, hogy a családtagjaiért, a szeretteiért mindent megtenne, hogyha lehet, akkor még a nehéz helyzetben is, idősen, öregen is meghosszabbítsa az életét, és egy ember ez méltó módon mégiscsak éljen, mert az élet az ajándék. Vannak azonban esetek, amikor jobb elengedni, megtanulni viszont hitben. Tehát akinek nincsen igazi hite, nincsen hite Krisztusban, a föltámadásban, az ő mindenható erejében, az Isten irántunk való szeretetében az nem tudja elengedni, és számára az egy óriási tragédia, egy begyógyulhatatlan seb, amelyen nem tud mit kezdeni, és ebben kell, tehát minden hívő embernek, nem csak a papoknak, lelkészeknek, szolgálattévőknek, minden hívő embernek segíteni a másik embert, addig, ameddig még egészséges, hogy igazi hittel tudjon ezekkel a nehéz helyzetekkel szembenézni. Azt mondja az ige, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javát szolgálja. Lehetséges, hogy még egy
betegség is, amiből valaki nem épül föl. Hát eszembe jutott például Pál apostolnak a példája. Ő imádkozott, ő írja, hogy több is kaptam a testemben a sátán angyalát, hogy gyötörjön engem. És háromszor könyörögtem az Úrhoz, vegye el tőlem, viszont nem vette el. Tehát még egy valamilyen fajta betegség is segíthet abban, hogy az ember alázatos maradjon, hogy átélje állandóan azt a függését, hogy én csak az Úrra támaszkodhatom, és nem a saját erőmre. És így tudom, így fogom tudni végezni azt a szolgálatot. Tehát az ember bizony, az ember javát szolgálhatja ez. Ismerek olyan esetet, hogy egy idősebb édesapa felnőtt fiát veszítette el, és ezután kezdte el keresni az Istent. Ezután tért meg, őszintén, hogyha tényleg, most akkor még fogok a fiammal találkozni. Szóval ez egy ilyen, a Jóistennek megvan az útja mindenkinek a szívéhez, hogy hogyan tudja magához vonzani az embert, hogy végül is megajándékozza az örök élettel. A nehézség, a fizikai fájdalom az alázatot is munkálja. Az említett Pál apostol írja önvallomásszerűen, hogy valóban az ő erőtlenségét tudta az Isten felhasználni, hogy azt a nagy munkát, amit azóta sem végzett, azt hiszem kimondhatjuk, keresztény ember el tudja végezni, de meghagyta bizonyos fizikai panaszok, nehézségek között, és úgy tűnik, hogy nekünk szükségünk is van időnként erre a nehézségre, amely bennünket alkalmasá tehet a szolgálatra is, és végül is munkálja az üdvösségünket is. Egy ószövetségi példa juthat még eszünkbe, ez Ékiás király, Ézsaiás kortársa, aki az imádsága hatására végül is a proféta által bejelentett halálának időpontját elkerülte, és még 15 esztendőt kapott ajándékba. Hát ez is egy érdekes helyzet volt, vagy nagyon meghökkentőnek is tűnhet, hogy azon kevesek közé tartozott, aki tudta, hogy mikor fog meghalni végül. És úgy tűnik a történetből, hogy nem tett jót neki, hogy kapta még ezt a 15 évet, vagy legalábbis bizonyos jellemgyengeségei felerősödtek. Tehát az örök élet perspektívájából, az Isten szemszögéből higgyük el, hogy sokszor egészen másképp tűnnek betegségek, nehéz élethelyzetek, mint ahogy ezt mi látjuk. Ezért a belenyúlás, amit említettél, sokszor fontos lehet egy betegség hordozásában. Igen, tehát ugye elsősorban az Isten akaratát kell keresni és segíteni ebben beteg embereknek, hogy ne csak keressék, hanem el is fogadják, meg is nyugodjanak abban. Talán a beszélgetésünk végén említenék egy nem régen közülünk eltávozott barátunkat, aki nagyon súlyos beteg volt, rákos, szenvedett sokat, és ő is kért egy imádságot, amikor összejöttek többen, imádkoztak érte, és ő azt mondta el, hogy ne azért imádkozzanak elsősorban, hogy meggyógyuljon. Ő azt szeretné mindenek előtt, hogy megbéküljön a Jóistennel, és a lelke megnyugodjon, és el tudja fogadni azt, amit Isten akar. Én már ezután, az értem mondott imádság után találkoztam vele, és olyan meglepő volt számomra, amilyen derűs lélekkel beszélt ez a barátunk a saját betegségéről is, és minden másról. Mintha nem is ő lett volna, és mintha nem a saját nyomorúságáról beszélt volna, és elmondta azt, hogy igen, Isten meghallgatta ezt az imádságot, és ő teljesen elfogadta, hogy amit Isten akar, az legyen, és ő nem fél, tudja, hogy nagy fájdalmai lesznek, de Isten kezébe teszi le az életét. És én úgy gondolom, hogy ebben a vonatkozásban, tehát testileg és lelkileg embereknél ez a legtöbb, a legnagyobb, amit elérhetünk, hogy az emberek eljuthassanak Istenhez, a benne való hithez, és teljesen rá tudják bízni magukat.